Na sziasztok, ez egy unboxing videó lesz. Nem tagadom, hogy amit unboxingolni fogunk, tehát amit ki fogunk bontani, azt a vásárban, a sukár románoknál, de mindent, tehát a románoknál vásároltam. 1500 forint. Adja magát a kérdés, hogy mi ez. Aki kicsit tud angolul, az már tudni fogja, mi van benne, ha elolvassa azt az ott látható szöveget, ami most látszik, ahogy ez a legtisztában. Jó, mindegy, kezdjünk is bele. Tehát pistol assembled for 1200. Tehát egy dugattyúról van szó. Nagyon egy kis szarja. Eredetileg ezt már kibontottam egyszer, csak gondoltam csinálok bele egy unboxing videót. Hát itt van maga a dugattyú. Ugye a dugattyú az egy motor alkatrész, tehát lényegében az a motornak a lelke. Na. Hát igen, probléma, hogy nem garancia a románoknál. Ugyanis amikor megpróbáltam rátenni, az egyik gyűrű eltört. A másik gyűrű szerencsére még épp. Ez a... Hát lényegében, ami rácsatlakozik a csapszegre. Hengerfejet már nem volt pénzem venni. Ez 1500 forint, így is az utolsó zsebpénzemet költöttem erre, hát kapjuk is ki. Na így néz ki, amit is dugatjunk. 52 köbcentis motorokba ajánlott. Én igazából azt terveztem, hogy rászerelem a bringámra, tehát veszek hozzá hengerfejet, hajtókart, ilyeneket. Rászerelem a bringámra. Tehát legalábbis ezt terveztem, hogy majd rászerelem a bringámra. És akkor ezzel fogok gangsterkedni. Csak a probléma, hogy 52 köbcenti és 50 köbcenti felett már érvényes forgalmi kell rá. 70 köbcentis hengerűrtartalom felett pedig jogosítvány, de hát 52 köbcenti. Jó, most nem hiszem, hogy meg fognak állítani, mert Pécsen nagyon sok ilyen van. Tehát ilyen házilag, tehát ilyen motoros házi készítésű ízét, tehát nagyon sok ilyen van Pécsen. És nem hiszem, hogy ezért meg fognak állítani, ha meg is állítanak, akkor nem hiszem, hogy azért a 2 köbcentis átlépésért megbüntetnének. Ugye, ez a két kis szar rögzíti bele a csapszeget, a dugattyúba, ez akkor össze is szerelem. Erre rárakom a dobozára, alternatív felhasználás. Pillanat, még itt arrébb húzom. Most ez úgy ott jó nektek? Ez ott jó nektek. Jó. Rendben van. Megfők a dugattyút, ugye amit láthatok. Hoppá. Berüljük a csapszeget. Á, ez még így sem pontos. Megfogjuk ezt a szart. Beillesztjük ide. Nem tudom mennyire látjátok. Berakjuk ide középre. De ez részletkérdés mondjuk. De így kell kinéznie. A gyűrűt pedig én így szoktam rárakni, hogy még véletlenül se törjem el, mert az egyiket már egyébként sikerült. Nagyon jó volt. Hát ez így sem pontos. Így. Így kell rárakni. Akkor még ezeket a kis G betűket. Igazából soha nem tudtam valamiért belenyomni, de most megpróbálkozok vele. Mondom, megpróbálkozok vele. Hát, igen, nem valami egyszerű a történet. Na jó, enélkül is működik a dugattyunk. És igazából szétszedve szoktam visszarakni a dobozába. Egyébként csak egy aprócska széljegyzet képpen a fényképezőgép, tehát amivel most fölveszem ezt, az ennek a dugattyúnak a dobozán van. Most nem tudom, hogy ez miért jön a létszükségleti információ, hogy közöljön veletek, de csak gondoltam elmondani. Na hát egyéb műszaki specifikációk gyanánt pedig... Tehát ugye ez a doboza, ez maga az acskója. Műszaki specifikációkat, hogyha mondanom kellene róla, akkor az, hogy tehát a henger fejében benne, tehát a hozzágyártod, mert külön lehet megvásárolni, olyan hasonló, mint egy magazin, mint egy ilyen motorkészítős magazin, külön kell megvásárolni hozzá az ilyen alkatrészeket.
az eredeti hengerfejében, tehát az eredeti alkatrészeivel hát több mint 6 lóerő teljesítményű eredetileg láncfűrészre van tervezve. Tehát chainsaw engine, vagyis láncfűrész motor, tehát így árulják. 52 köbcent és 6 lóerős a teljesítménye, és percenként maximum 9000 a fordulat száma. Minél nekem tetszik, majd arról is lesz unboxing videó, amikor megveszem hozzá a hengerfejet, de megígérem nektek, hogy amikor azt a hengerfejet veszem meg, akkor azt, akkor arról úgy fogok unboxing videót készíteni. Hoppácska, bocsánat. Vagy akkor arról úgy fogok unboxing videót készíteni, hogy azt akkor fogom kibontani először. Megpróbálok csak hengerfejet szerezni, mert ahogy láttam a vásárban csak dugattyúval árulják nekem meg, tehát a dugattyúnak, ugye ez a feje, amit most fogtosok, ez dugattyú feje, az már nem kell. Igazából kell még nekem egy hajtókar, egy főtengely, tehát hajtókar, de azt általában egybe szokták árulni a főtengellyel. Szóval egy főtengely, meg egy hajtókar, egy hengerfej, egy olyan váz, ami... hogy is fogalmazom meg nektek. Mondjuk ott van egy motor a sarokba. Ez egy 3 lóerős alkó fűkasz a motor, most ezen demonstrálom. Hogy, tehát ezt a motort például én keltettem életre, csak ez az utóbbiakban itt kiugrott belőle. Na tehát ugye ez a hengerfej, de nekem ez kell, ami alul van. Tehát ami magában rejti a főtengelyt, nekem ez a burkolat kellene. Na most lehet, hogy ezzel a kérdéssel műveletlennek fogok tűnni, egyébként nem vagyok az, na mindegy. A lényeg az, hogy nekem ez a váz kéne, és hogyha valaki esetleg véletlenül tudja, hogy ezt a vázat, amiben a főtengely van, azt hogy hívják, és megírja nekem kommentbe, annak nagyon szépen megköszönöm. Ja, hát ezt a motort nem én építettem, ezt a papámtól kaptam. Ő igazából nem nagyon értett hozzá, hogy kell megcsinálni, éppen ezért, nem mindegy, ezért nekem adta. Én pedig annyit csináltam, hogy kiszedtem a gyújtógyertyát, lemostam, a légtelenítettem a rendszert, és beindult. Igen, csak annyi hátránya volt, hogy édesanyám nem igazán örült neki, amikor másfél órával később hazajött, mert... hát, legyen annyi elég, hogy lebuktam, amikor a lakásban indítottam be, de... mindegy, örülnek, hogy meg tudtam csinálni, meg még ezt ugye a... ezt kellett bekalibrálnom. Na mindegy, nem is szaporítanám tovább a szót, ez a videó ennyi lett volna. A következő ilyen motorral kapcsolatos unboxing videót azt úgy fogom megcsinálni, hogy már veszek hozzá hengerfejet, és azt úgy fogom kibontani, hogy azt akkor lesz kibontva először. Egyébként ez 24 köbcentis, tehát picike dugattyú van benne, ez meg egy ekkora dugattyú. Tehát majdnem olyan széles, mint a hűtőbordák. Most itt jobban meg benézünk itt oldalt, akkor látjuk, hogy azért... tehát kb. Ekkora. Ekkora dugattyú lehet. Ebben nagyjából lehet így ekkora. Ez meg ekkora. Hát jó, mondjuk oda is van írva. Oda a tetejére, nem tudom mennyire látjátok. Na várjatok, elég kényelmetlen poszbáltam így be. Meg nem is túl előnyös. Oda van írva fölülre, hogy 24 köbcenti. Tehát jó, 3 lóerős, 8500 forog. Mondjuk szerintem az rendkívül érdekes, hogy ez ennek nagyobb a löktérfogata. Jó, az, hogy erősebb, az számomra nem meglepő, mert pont azért már nagyobb a löktérfogata. De a számomra meglepő, hogy percenként 500-as fordulattal nagyobb a fordulatszáma, mert ez 9000-et forog, ez meg 8500-et. Na mindegy, tényleg nem pofázok tovább fölöslegesen. Ha tetszett a videó, akkor dobj egy lájkot, vagy iratkozz fel. Mondjuk nem szeretem ezeket a sablonszövegeket, mert mindegyik videós ezt használja. Szóval... feliratkozás és like terén, ahogy érzed, a következő rész hamarosan.